Köszöntöm a Moson Magyaróvár televízió nézőit, ez a Hírháttér, mai vendégem Szemerei Zsófia, a Madarazon Moson Magyaróvár kapusa. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, tegyünk már hagyománnyá ezt a beszélgetést, ez tulajdonképpen az, mert egy évvel ezelőtt is beszélgettünk így a szezon vége felé, meg akkor most is megtesszük, és azért azért jó, mert tudunk beszélni az eddigiekről, meg talán arról is, hogy mi várhat ránk. Talán számomra, vagy a szurkolók számára a legfontosabb, hogy viszonylag hosszabb húzavona után aláírtál 1+1 évre? Igen. Moson-Magyaróvárra újra. Aki akkor követte azért a közösségi megnyilvánulásaidat, nem volt feltétlenül egy boldog időszak az életedben, erről mit lehet tudni? Vagy hogy miért? De hogyha tényleg nagyon intim a dolog, akkor nyilván nem mondd el, csak hogy... Hát nagyon sok dolog közbejött, és igen, ott azért eléggé nehéz napjaimat, heteimet, sőt, talán mondhatom azt, hogy hónapjaimat éltem. Viszont most már én ezt lezártam magamba, aláírtam. Most már szerintem így egy kicsit a kedélyek is kezdenek megnyugodni, úgyhogy most már tényleg csak arra akarok koncentrálni, amire nekem kell, és a pályán akarok minél többet teljesíteni. Annyit mondjuk meg, hogy hányan akartak megszerezni, vagy voltak köztük külföldi, vagy hazai csapat? Voltak megkereséseim. Most természetesen azért gondolkoztam a váltáson, és nem mondom, hogy nem fordul meg egy játékos fejébe, amikor kap egy jó ajánlatot, egy jó megkeresést. Illetve azért azt is próbáltam nézni, ugye, hogy még azért a válogatottról még mindig nem tettem le, remélem sikerül majd a közeljövőben visszakerülnem. Úgyhogy azt is néztem, hogy hol lenne a legtöbb lehetőségem ahhoz, hogy még jobban esetleg tudjak fejlődni, és minél többet játszani. Szerintem talán ez volt az idei első évem, hogy a külföldön úgy komolyabban elgondolkoztam. Jó ajánlataim voltak, és azért csábítóak voltak, de végül a maradás mellett döntöttem, mert mint már elmondtam, szerintem itt egy olyan szakmai háttér van, ami nagyon sokat nyomott úgymond ebbe a mérlegben, illetve tényleg érzem a bizalmat, és ez nagyon fontos. Nyilván te döntöttél, de vannak olyanok, akiknek hallgatsz a véleményére, és aztán egy konszenzus alapján születik meg a megállapodás? Természetesen a családomnak kikértem a véleményét, viszont ők nem nagyon szeretnek befolyásolni, tehát így előre nem is nagyon mondják el a véleményüket. Van, aki csak így később, miután már meghoztam a döntést. Azért voltak akik mondtak véleményt, és ők is próbálták mérlegelni az én helyzetemet, és hogy hol lenne nekem a legjobb. De szerintem a legjobb döntést hoztam meg. Hogyan fogja befolyásolni szerinted a pályádat, hogy gyakorlatilag egy új felállással a kapus poszton, új posztársat kapsz, ha úgy tetszik? Mennyire kihívás, fájdalom, hogy megy a Kitty, vagy jön helyette az új jelölt? Szóval ezen gondolkodtok-e már, hogy gondolkodtál-e már? Sajnos az élsport az ilyen, tehát benne van ugye a mozgás. Sose lehet az, hogy úgymond 15 éves korunktól, míg befejezzük a sportpályafutásunkat, ugyanazokkal a játékosokkal legyünk együtt, ez így szerintem túl egyszerű és túl szép lenne. Nagyon sajnálom a Kittit, mert nagyon jól kiegészítettük szerintem egymást, meg mi régebb óta ismertük egymást, mert ugyanaz volt a nevelő kapus edzőnk, a Bartalos Béla, úgyhogy ebből a szempontból is szerintem sokkal jobban megértettük egymást, mint mondjuk előtte a Herceg Lilivel, mert tényleg így félszavakból is tudtuk már, hogy a másik mit akar, vagy hogy mit kell mondani a másiknak ahhoz, hogy még jobb eredményt kihozzunk egymásból. Ugye nekünk az is nehézség volt az elmúlt években, hogy nem volt kapusedzőnk, így tényleg egy kicsit magunkra voltunk utalva, de szerintem egész jól megugrottuk ezt a dolgot. A Grétit megismerem igazából a Fradiból, mert amikor én a Bíró Blanival voltam, akkor ő volt a harmadik számú kapus, úgyhogy ő se lesz nekem úgymond egy zsákba macska játékos. Azért tényleg a versenysportban olyat mondani, tehát hogy mindenki mindenkinek a riválisa, de valahogy én úgy, aztán cáfolj meg, ha nem igaz, de én úgy veszem észre, hogy ezek a kapusok ez mégis egy kicsit inkább összetartóbbak, mint bármelyik más poszton lévő játékosok. Ez szerintem is elmondható, bár a rivalizálás minden poszton kell, ahhoz, hogy tudjál minél többet fejlődni, és minél többet adjál ki magadból. A Gyureszék így látták ezt jónak, hogy mellém a Gréti kellene, mert hogy más stílusú kapus kerestek esetleg mellém, sok minden érv lehetett emellett. Én elfogadom az ő döntésüket.
mi meg örülünk 1+1 évig vélhetően, hogy még maradsz. Hát beszéljünk akkor a csapatról, úgy általában olyan élet. Te vagy az, aki legjobban figyelheti a csapatjátékát a kapuból, úgyhogy bizonyára a kapusokból kitűnő edzők is lehetnek adott esetben. Hát milyen ez a szezon? Most a tabellán nagyon szépen áll a csapat, a bronzérem, egy ponttal megelőzve a Debrecen, de borzasztó nehéz a sorsolásunk. Minden esetre kérnék egy belső állapoti jelentést, hogy, hogy te hogy állsz a hátralevő négy forduló? Igen, négy fordulóhoz. Hát azért már nagyon érezzük a végét, de minden csapat azért ilyenkor, amikor már az utolsó hónapba belekerülsz, akkor már akarva, akaratlanul, már nem csak a tested érzi azt, hogy fáradtabb vagy, és kicsit már nehezebbet, vagy nem is tudom, hogy mondjam tényleg, tehát, hogy sokszor már úgy nehezebb egy kicsit nekiállni az edzésnek, viszont a gyureszék szerintem ezt nagyon jól kezelik, és próbálnak játékos feladatokat bevinni, például tegnap is egy kicsit bemelegítés után ilyen játékos sorversenyek voltak, amiben ugyanúgy meghalunk, hozzáteszem, de tényleg a jó kedv az mindig adott, és ez nagyon fontos. Nagyon nehéz négy forduló vár ránk, ugye azért az utolsó fordulóban a Győrrel játszunk idegenbe, ami egy kicsit kilóg a sorba, viszont azt mondom, hogy a másik három mérkőzést hoznunk kell. Az első lépcsőfok a holnapi nap, hogy a Siófok ellen itthon tudjuk tartani a pontokat. Sajnos, mire az adásba kerül, addigra túl leszünk, és a nézők már ismerhetik majd a Siófok meccs eredményét, de mégis arra kérlek, hogy mesélj a várakozásaidról, és akkor majd tudjuk szembesíteni, hogy mégis mit gondolt előtte Zsófi, aztán mi lett belőle? Nehéz dolgunk van ugyanis. Ugye lehet hallani a híreket, mi már hamarabb hallottuk, ugye, hogy a Siófok az sajnos nem tudja így tovább folytatni az elkövetkezendő években ezen a szinten. Szerintem így mondhatjuk azt, hogy ők is egy zsákba macska csapat lesznek az viszont elkövetkezendő meg, jövőben. Viszont a Debrecen meg X-szeltek, X-szeltek Debrecenne, szóval azért ott kőkemény ellenfél lesz ez a Siófon. Igen, saját bőrömön tapasztaltam azt mondjuk, amikor itt Óváron kiestünk, hogy amikor így már egy kicsit a csapat le van írva, akkor tudsz igazán nagyokat húzni. Ugye mi ott akkoriban sikerült megvernünk az Érdet is, és x-eltünk a Debrecennel, tehát hogy amire senki se számított. Úgyhogy az ilyen csapatok mindig a nagyon, nagyon nehéz ellenfél. Nagyon sok jó játékosuk van, válogatott játékosok vannak, úgyhogy egy nagyon kemény küzdelemre számítok, de amit tudunk, azt megtesszük, és nagyon jól fel fogunk készülni belőlük. Mit mondanál a jövő hétfőjén magadnak, aki adásba kerül? Hát nem tudom, a meccs után lehet, majd okosabb leszek. Én nagyon bízok a csapatban, és szerintem itthon fogjuk tudni tartani a pontokat. Én kívánok egy 52%-os statisztikát neked. Igyekszem. És akkor az jó. Na meglátjuk majd, hogy mi lesz. Tekintsünk távolabb. Milyen másik két mérkőzés vár rátok, és azoktól mit vársz? Ugye utána utazunk Vácra. Ott se lesz azért könnyű dolgunk, igen, azért a Vác hazai pályán mindig egy erős ellenfél, bár kicsit megfogyatkozott a csapat abból a szempontból, hogy ugye elment egy Kácsó Gréta, meg egy Hámori Konszú él a Debrecenbe, viszont nagyon jó játékosok vannak ott szintén, fiatalok, nincs veszíteni valójuk, tehát tényleg ott is egy kemény küzdelemre számítok, illetve utána még itthon játszunk a Nekával, akik meg egy kis csikó csapat, és hát nekik aztán meg tényleg nincsen veszíteni valójuk. Ők jelenleg úgy néz ki, hogy már úgymond kieső helyen lesznek, de minden pontért meg fognak küzdeni, és ők mindig a maximumot adják ki magukból, tehát természetesen azt gondolom, hogy ezért nem lesz könnyű, mert ez a május 20-ai mérkőzés szerintem. Meg sokszor amúgy a Gyuresz is szokta mondani, amikor így videózást elkezdik a felkészülést egy csapatból, hogy a kötelező győzelmes mérkőzések azok általában mindig egy fokkal talán nehezebbek, mint az ilyen kiki mérkőzések. Utolsó fordulóban pedig idegenben az Audi Eto ellen játszik a csapat. Hát ott még nem sok babér termet nekünk. Viszont most, hogy megtartsuk ezt a harmadik helyet, szerintem hát akár csoda folytán is ott kéne valamilyen csodálatos eredményt elérni. Nem tudom, lehet-e. Már szerintem azt mondtad a beszélgetésed, hogy a Debrecen is veszíthet még pontot, de na, akkor beszéljünk erről, az Eto ellen mi lehet, ami számunkra
pozitív erőjével. Szerintem ami a nyitja lehet annak a mérkőzésnek, az az, amit a Fradi mérkőzésen itthon csináltunk, hogy elhisszük magunkról, hogy képesek vagyunk rá, mert amikor egy kicsit félve megyünk fel a pályára, vagy tudjuk, hogy ó, ez egy papírforma mérkőzés lesz, akkor annak sosincsen jó vége. De hazai mérkőzésen is megmutattuk, hogy azért a Győrt is meg tudjuk szorongatni, a tempót fel tudjuk venni. Az EHF kupa ugye az mindig tud minket segíteni, ugyanis még jobban sarkal arra, hogy még nagyobb tempót játszunk. Alapból ugye mi egy gyors csapat vagyunk, és hát nekünk a támadásaink száma az nagyon magas szokott lenni. Ezen a mérkőzésen is meg kell, hogy legyenek ezek a számok, csak nem mindegy, hogy milyen értékben fogjuk azokat belőni, illetve az, hogy hátul mennyire áll össze a védekezés, de a Győrnek is vannak nehézségei, ők is egy női kézilabda csapat, azért a női kézilabdában lehet látni a hullámvölgyet minden csapatnál, úgyhogy ha kifogunk mi egy jobb napot, és ők egy rosszabbat, én bízok abban, hogy esetleg ott is tudnánk egy meglepetést szerezni. És még hát tényleg Debrecennek is kell játszani a több helyen. Például Kisvárdán, ahol mindig kiki meccset játszik szomszédvárak rangadójában, ahogy mondtad te is a beszélgetés előtt. Említetted itt az EHF kupát, most már zsinórban másodszor szerepelt a gárda a nemzetközi porondon. Te milyennek értékeled összehasonlítva a tavalyival a szereplést? Szerintem nem lehet összehasonlítani, azért tavalyi évben nagyon sok nehézségünk volt, volt másfél hónap, hogy szinte 10 edzettünk végig, úgyhogy a gyüreszékbe szálltak, úgyse tudtunk normálisan gyakorolni, 6-6-ba egymás eleme nem voltunk annyian. Nagyon sok covidos betegség sújtott minket, illetve sérülés hullám is jött. Az idei évben, hál' Isten, úgymond ez elkerült minket, viszont a sorsolás az nem volt nagyon kegyes hozzánk, ugyanis nagyon, nagyon erős csapatokat kaptunk. Hát ugye látszik, hogy az IKAST is ugye be is került a Final Four-ba, úgymond ebbe az EHF Kupa Final Four-ba. Ők azért egy olyan csapatuk van szerintem, meg a NANT-nak is, hogy ugye válogatott játékosokkal teli tűzdelve, alapjátékosokkal, mert nem csak ilyen kiegészítő padon ülő fiatal játékosokról beszélünk, ami rendesen feladta nekünk a leckét. Szerintem szégyenkezni valónk nem lehet, amit tudtunk, kihoztunk ebből. Nagyon sokat tanultunk ebből az évből is, és ebből a pár hónapból, amikor játszhattuk ezeket a mérkőzéseket. Úgyhogy remélem, hogy a jövő év az esetleg még jobban fog sikerülni, a sorsolás is esetleg kicsit kegyesebb lesz hozzánk, és akkor remélem, hogy a csoportból a továbbjutás is meg lehet. Visszakanyarodva a bajnokságra, így végezetül, azért, hogy a negyedikek vagyunk, akkor is mosolygunk és örülünk, mert szerintem az is csodálatos lenne a mosonmagyaróvári kézlabdázásnak. Igen, igazából már mondhatjuk azt, hogy a negyedik helyet már nem tudjuk elveszíteni, hogyha a pontokat nézzük, ugyanis mögöttünk levő csapatok ott egymással harcolgatnak az ötödik helyért. Viszont nem akarunk ezzel megelégedni, mindenféleképpen meg akarjuk szerezni azt a bronzérmet, és az utolsó pillanatig, utolsó másodpercig küzdeni fogunk. Mi a nyáron kitűztünk magunknak egy célt, amit mi föl is írtunk a csapat az öltözőbe, és nekünk ez a harmadik hely, úgyhogy én reménykedek benne, hogy egy kis szerencsével, hogyha esetleg, mert ugye már nem csak a mi kezünkben van ez a dolog, hogyha a Debrecen bukik, akkor tudunk élni a lehetőséggel. Végezetül, és ha már nyár, tervezed-e már, hogyan fogsz pihenni? Lehet erről publikusan tudni valamit? Igen, tervezgetem. Ma reggel is volt egy kis tervezés a barátommal. Hát a családi nyaralás az úgymond, az most egy kicsit elmarad, mert a nővéremnek esküvője lesz, úgyhogy most az élvezi a prioritást. Viszont a testvéremet elviszem egy ilyen kis testvéres nyaralásra még június közepén. Nem tudja, hova megyünk, teljes meglepetés lesz. Eddig még jól sikerült titokba tartanom, remélem ezt minél tovább bírom majd. Most kiírjuk ide akkor. Nem, ma már egy kis segítséget adtam neki, hogy azért nem az északi sarkra megyünk, tehát nem téli ruhák fognak kelleni. Tehát akkor jut idő a pihenésre. Jut idő, igen, meg tényleg próbálok olyan nyaralásokat szervezni a barátommal is, például most beszéltük, hogy a kutyákkal elmenni, és akkor kirándulásos, tehát azért a mozgás az meg lesz mindenféleképpen. Meg hát ugye nekünk pár hét pihenés van igazából, és utána már mennek a kiadott programok, hogy ilyen előalapozást kezdjünk, úgymond, hogy ne 0 erőszázalékkal jöjjünk vissza a júliusi kezdésre.
Köszönöm szépen, Zsófi, hogy itt voltál. Remélem hagyomány lesz a szemerei féle szezonközi interjú itt a Moson Magyaróvár TV-n. Önöknek köszönöm szépen, hogy bennünket választottak. Szemerei Zsófi, a Madarazon Moson Magyaróvár kapusa volt a mai vendégem. Kövessenek bennünket social media felületeinken. Viszontlátásra!